Hey, shalom mindenki! Amir Tsarfati vagyok, és élőben jelentkezem New Yorkból, Manhattanből. Tegnap este volt itt egy találkozom, ma és holnap pedig folytatom az utamat egészen Dallasig, ahol Pastor Jack és Pastor Barry Mai Golaijjal és másokkal együtt tartjuk a Fort Worth, várjuk az ő visszatérését konferenciánkat. Egy imával fogom kezdeni, aztán mutatok nektek valami izgalmasat, aztán két fontos dologba fogunk beleugrani. Szeretnék beszélni nektek arról, hogy mi történik az iráni megállapodással, ami szuper fontos. Meg fogjátok érteni, hogy miért mondom ezt, mert Izraelnek cselekednie kell, és nagyon sürgősen kell cselekednie. Aztán szeretnék néhány szót szólni a 9.11-ről, mert az elmúlt 48 órában több száz e-mailt és SMS-t kaptam a közösségi médiában, amelyekben nagyon furcsa kérdéseket tettetek fel nekem. A repülőgépek 21 évvel ezelőtt belecsapottak a toronyban, és egyébként hagy emlékeztesselek titeket, hogy én is itt voltam akkoriban. Ezért megosztom veletek, de előtte imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked a te ígédet, az ígéreteidet, a Szent Szellemedet, akit küldtél, aki a vigasztaló és segítő, és a régi igazságra vezet minket. Most kérünk, hogy engedd meg nekünk, hogy még jobban belelássunk a világ eseményeibe, a te ígédbe, és bátorítást, reménységet merítsünk belőle. Atyánk, azt kérjük, hogy engedd meg nekünk, hogy csak a te ígédhez ragaszkodjunk, hogy távol tartsuk magunkat a szenzációhajászástól, és távol tartsuk magunkat mindentől, ami egyáltalán nem tőled való. Köszönjük neked, áldunk téged Jeshua nevében. Amen. Szóval, ahogy újra kezdjük, két percben megosztom veletek a legfrissebb híreket az iráni megállapodásról, és arról, hogy mi történik Ukrajnában, ami egészen elképesztő. Európáról beszélek, ahol egy nagyon-nagyon rossz térre készülnek, aztán egy szó a királynő haláláról, majd 9.11-ről, csak hogy megválaszoljak egy csomó kérdést, ami hirtelen felmerült bennetek, oké? Okay? Szóval türelem, nézd ezt két percig, aztán folytatjuk. Valaha is jártál arab országban, el tudod képzelni, milyen nehéz elbújni az arab város szűk utcáin, ahol mindenki ismeri a másikat, és mérföldekről kiszúrják az idegent. Aki oda utazik, az tudja, hogyha véletlenül rossz irányba fordul, csak néhány lépést tesz a megszokott turista úttól, valójában egy teljesen más, gyakran ellenséges szorongással és feszültséggel teli környezetben találhat. Adja magát. Ez a környezet, a közvetlen veszély és a küldetés céljából fakadó óriási nyomás mellett minden Mossad ügynök mindennapi kenyere. Nir Tavor sem más, csak egy kivétel Nir számára, a kudarc nem opció. Nir Tavor és Mossad titkos művelete néhány kérdést vet fel. Mit vagy hajlandó feláldozni a szeretteid védelmébe? Hogyan ne veszítsd el magad a bizonytalanság örvényében? Hogyan győzheted le végül a nagyobb gonosz hatalmát? A megtévesztés útján a Jogtán hadművelet című bestseller thriller szerzőinek új remek műve. Ez egy akciódus utazás, amely ötvizi a fikciót és a valóságos életben zajló erőfeszítéseket a Mossad, sokat rettegett izraeli hírszerző ügynökség azon küldetésünkkel, hogy Irán soha ne váljon atomhatalommá. Meggyőződésem, hogy ez egy olyan könyv, amely mindannyiunknak taníthat egy-két dolgot a Közel-Keletről, modern hadviselésről, és arról, hogy kezeljük azt az űrzavart, amely a proficák közelgő beteljesüléséből fakad majd. Ez egy olyan történet, amely meg fog döbbenteni titeket.
Szóval shalom még egyszer mindenkinek, ami egyszer fát élőben jelentkezik, Manhattanből, élőben New York Cityből, hogy néhány nappal 2021-9-11 évfordulója volt. Szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy 21 évvel ezelőtt itt voltam, amikor ez történt. Úgy azt hiszem, tudom, mi történt itt, nem csak a saját tapasztalatamból, hanem a szemtanúktól, akiket személyesen ismerek, akik látták a dolgokat, és erről hamarosan beszélni fogok. De engedjétek meg, hogy először, miután már imádkoztunk, mondjak néhány szót az iráni megállapodásról. Friss hírek. Aztán folytatjuk azzal, hogy mi történt Ukrajnában, Európában a királynő halálával. És 9-11-ről szóló szavaimmal zárjuk majd. Ez csak azért van, mert elárasztanak az emberek, akik írnak nekem a közösségi médiában arról, hogy volt-e bármilyen támadás, hogy ilyen két repülőgép csapódott a World Trade Centerbe 9-11-én. Mindent elmondok, mert ismét itt voltam. Oké, néhány perc múlva beszélek róla, de kezdjük először is az iráni megállapodással. Szóval, arab szakértők azt mondják, hogy Izraelnek sikerült elhalasztania az iráni megállapodás aláírását. Hogyan? Azzal, hogy Amerika ragaszkodik ahhoz, hogy Irán ne meneküljön el a felelőssége elől, hogy válaszoljon a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kérdéseire a három olyan helyszínnel kapcsolatban, amelyeket az irániak nem jelentettek be, uránium részecskéket, uránium nyomokat találtak. Ez egy nyitott vizsgálat, amelyet Irán le akar zárni, mint a megállapodáshoz való visszatérés előfeltételét. Így a szakértők azt mondják, hogy ez egy izraeli dolog, nos, hadd mondjam alá, hogy ez nem így van, nem ez a helyzet. Most akár látjuk az alkú aláírását, akár nem, ez nem Izrael miatt van, hanem az amerikai félidős választások miatt. Az amerikai kormány és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szeretné, ha a világ közvéleménye így tekintene rá. Szóval erről van szó, semmi köze hozzá. Úgy értem, bármennyire is szeretném azt hinni, hogy Izrael hozzájárult ehhez. Izrael még az elmúlt 24 órában is szolgáltatott információkat a világnak, de ezeket az információkat már megadták, kiadták, és ettől függetlenül folyamatosan meg is fogják adni. Az információt, amit Benny Gantz, a védelmi miniszterünk tegnap az ESZ-nek adott, az volt, hogy Irán megháromszorozta az urándúsítást Natanzban és Fordban, és Irán kétszer annyi centrifugát telepített. És azt tudjuk, hogy Iránnak 5 bombához elegendő uránja van, ha össze akarja rakni őket. Ez természetesen az iráni legfelsőbb vezető döntése, és ez már ott van a kezükben. Tehát jelenleg a világ nem tudja megakadályozni Iránt abban, hogy atombombája legyen, azzal, hogy korlátozza Irán urándúsítási lehetőségeit, mert már rendelkezik vele. Irán soha nem fog választ adni arra, hogy miért van urányuk más helyeken, amelyeket soha nem jelentett be. Szóval ez a helyzet. Most pedig hagyj magyarázzam el, hogy ez miért is aktuális hír, és miért is olyan fontos. Ezt hallgassátok meg. Ha lesz egy megállapodás, Izraelnek azonnal cselekednie kell, hogy mielőtt az egységet végrehajtanák, biztosítsuk, hogy Irántól elvesszük a képességeit. Nem lesz alkú, Irán tovább fog száguldani a bomba felé, ami szintén megköveteli, hogy Izrael tegyen valamit. Ezért az elmúlt 48 órában Izrael két információt tett közzé. Az egyik az iráni jelenlétet Szíriában, a másik pedig az iráni szuperakció Iránban, amikor a nukleáris programról van szó.
Így, amit meg kell értenünk, egyébként, ha nem követsz engem a Telegramon, nem fogod tudni, miről is beszélek. Telegramon én posztolom a térképeket, én posztolom a felvételeket, én posztolom a videókat, és nagyon sokan nem tudjátok, hogy van egy hiba a Telegramon, ami az, hogy leiratkozol anélkül, hogy tudnád, hogy leiratkoztál. Akkor emberek írnak nekem, hogy lehet, hogy nem hallottam rólad már nagyon sokáig. Azt mondom, nézd, naponta 5-10 alkalommal frissítek, ha nem láttad, akkor valószínűleg leiratkoztál. Menj a Telegramra, találd meg a csatornámat, 306 000 követője van, csatlakozz, ha napra kész akarsz maradni a világ hírettelkel. És ez nem csak Iránról szól, ez egész Közel-Kelet, Ukrajna, Európa és máshol a világon is. Szóval most a cselekvés küszöbön áll. Szeptemberben sok nagy dolog fog történni. Ezért van az, amúgy szerintem ez szuper érdekes. Ez a második alkalom, hogy olyan fikciós könyvet írok, amely szó szerint beteljesíti önmagát. Az elsőben a jogtán hadműveletben drónokról beszéltünk, amelyeket az iráni milíciák az Egyesült Arab Emírségek felé küldenek, és ez meg is történt. Most pedig a Mossad műveleteiről beszélünk iráni földön, hogy megakadályozzuk Irán hatalommá válását, és ez meg is történt. Ahogy beszélgetünk, még többet fogunk tudni róla. Szóval kérlek, fontoljátok meg, hogy megszereztétek ezt a könyvet, mert ez is egy eszköz arra, hogy sok nem hívőnek evangélizáljunk. Nagyon jól sikerült az evangéliumot beoltani az aktuális eseményekbe, és a Mossad műveleteibe is, ezt meg fogjátok látni. Most pedig térjük át arra, ami Ukrajnában történik. Hadd magyarázzam el, emberek, szóval volt egy nagy orosz támadás az elmúlt néhány hónapban, és egyre csak haladtak, és elfoglalták Kelet-Ukrajna egyes részeit, és behatoltak Dél-Ukrajnába is. A fő céljuk az volt, hogy alapvetően megakadályozzák, hogy Ukrajna hozzáférjen a Fekete-tengerhez. Így természetesen az volt a céljuk, hogy eljussanak Mikolajvon, és végül Odasszába is, és ezzel minden oldalról bezárják Ukrajnát, így ne legyen hozzáférése. Nos, az ukránok felfegyverzése szuper kifonomult új fegyverekkel végül jelentős fordulatot hozott a háborúban, és az elmúlt néhány napban az ukrán hadsereg jelentős offenzívát indított az Egyesült Államokban gyártott fegyverek és felszerelések felhasználásával. Ez felkészületlenül érte az oroszokat. Az oroszok szuper kimerültek, nagyon fáradtak, nagyon nagy a fegyver és emberhiány, és ez váratlanul érte az oroszokat. Az ukránoknak sikerült 1000 négyzetkilométert visszavenniük, és felszabadítaniuk néhány falut és kisebb várost. Az oroszok úgy döntöttek, hogy megbüntetik az ukránokat. Követsz engem a Telegramon, akkor láttad, hogy az oroszok milyen büntetés mellett döntöttek. A Telegramon megmutattam, hogy az oroszok hogyan döntöttek úgy, hogy erőműveket támadnak meg szerte Ukrajnában. A zaporizsiai atomerőművet leállították, így Ukrajnában most 20-30%-kal talán még több, kevesebb az energia. Ez Oroszország új működési módja. Ha harcolsz ellenem, vagy ha segítesz azoknak, akik harcolnak ellenem, akkor lecsökkentem az energiaforrásokat. Pontosan ezt látjuk most Európában. Félreértés ne essék. Európának szörnyű tele lesz. Nem csak Oroszország miatt, de természetesen Oroszország a fő felbújtó. Az északi áramlat egy gázvezeték teljesen leállt. Az oroszok egyre több és több olyan intézkedést hoztak, amelyeket szó szerint megbénítják a nyugat-európai gazdaságot, és az árak most 10-szerese a tavainak.
Ismerek embereket, ismerek német embereket, akik ötszörös energiaszámlát fizetnek. Egy család, képzeljétek el, mondjuk 200 eurót fizettek az áramért, akkor most 1000 eurót fizetnek ugyanazért a fogyasztásért. Ez a cégek csődjét okozza, a háztartások nehéz helyzetbe kerülnek, és a kormány nem próbál segíteni. Nos, ez nem ma kezdődött. Ezt meg kell értenünk. Most készítettem egy lenyűgöző interjút Jonathan Dubi professzorral a Ben Gurion Egyetemről az éghajlatváltozásról. Amint befejezzük a szerkesztést, le fogom adni, de szeretném, ha tudnátok valamit. Európa most két dologtól való függőségért fizet. A fenntartható energiától való függőségtől, vagy amit mi alternatív energiaforrásoknak nevezünk, szél, napenergia, ami soha nem hat nekik elég energiát, és az orosz gáz pótlását, ami most leállt. Az orosz gáz csak korábban 40-20%-a volt az energiának, és minden mással számítottak. Minden más nem működik. A napenergia soha nem lesz képes megadni mindent, amire szükségük van. Ezért van szükségük többre. Azt hiszed, hogy a szélturbinák mindent meg tudnak adni neked? Nem. Mi van, ha nincs elég szél, nincs elég nap? Mindent elmondok nektek. Ha megnézitek ezt az interjút, ami lenyűgöző, látni fogjátok, milyen sok a megtévesztés, mivel a kormányok és szervezetek etetnek minket, amikor a klímaváltozásról van szó. Ez hihetetlen. De szeretném, ha tudnátok, emberek, hogy egy nagyon súlyos válság, ami recessziót okoz, ami gazdaságok összeomlását okozza, ami politikai változást okoz, van érlelőben. Svédországi választásokon nem is tudom hány év volt először a szélső jobboldal most már szinte azzal fenyeget, hogy átveszi a kormányzati pozíciót. Ugyanez a helyzet Olaszországban és más helyeken is. Emberek, olyan politikai mozgalmakat figyelünk, amelyek a világ számos országában polgári zavargásokat okoznak. Sokan kérdezik tőlem, Amir, mi a profétia vagy bibliai jelentősége az angol királynő halálának? Nos, nem hiszem, hogy minden alkalom, amikor a világvezetői meghalnak, feltétlenül van bibliai jelentősége, de azt elmondom nektek, hogy ahhoz, hogy az Antikrisztus felemelkedjen, a világ politikai hatalmának drámai módon meg kell változnia. Egy szuperhatalomtól, amely a hatalmat gyakorolja, vagy egy szuperhatalomtól és néhány másiktól, aki Nyugat-Európában vannak, alapvetően 10 nagy politikai hatalom valóságává kell válnia, amelyek később átadják a hatalmat az Antikrisztusnak. Így elmondhatom nektek, hogy sok változás lesz a világpolitikában, mivel a világ felkészül az eljövendő világvezető megkoronázására. Tehát, amikor az Egyesült Királyságról van szó, amikor a monarchiáról van szó, amikor ezekről a dolgokról van szó, a dolgoknak meg kell változniuk. Nem tudom hogyan, de a közeljövőben nagy-nagy változásoknak leszünk tanúi. Természetesen nagy része az amerikai pozíció és státusz gyengüléséhez kapcsolódik, ami Kína, Oroszország, és természetesen India felemelkedésének köszönhető a világnak ezen a részén. Nagy változásokat fogunk látni abban, amit mi és amit ők maguk, Kína, Oroszország és India új világrendnek neveznek. Tudom, hogy sokan úgy gondoljátok, hogy az új világrend inkább globalizmus. A globalizmus valójában nagy csapás éri most bizonyos értelemben, mert az olyan országok, mint Kína, India és Oroszország nem éppen a globalizmus felé futnak, hanem az új világrend felé, ahol már nem Amerika irányít. Tehát erre is figyeljetek.
Most hadd fejezzem be egy személyes szóval 9.11-ről, oké. Okay. Ha olvastátok az első könyvemet, az utolsó órát, akkor valószínűleg tudjátok, hogy itt voltam Manhattanben a tornyok leomlása előtti éjszakán. És hogy ott álltam, és néztem őket. Alapjába véve azt kérdeztem a házigazdámtól, Lloyd Pulley lelkésztől, hogy mi fog történni, amikor azokat az épületeket felülről támadják meg, nem pedig alulról, mert 8 évvel korábban alulról próbálták ledönteni őket. Másnap reggel pontosan láttuk, hogy mi történt. Hadd tegyem szupervilágossá, tudjuk. Izrael tudja, nyugati világ tudja, Oroszország tudja, Kína. Mindannyian tudjuk a terroristák nevét, azt, hogy hol képezték ki őket repülni. Tudjuk, hogy az utaslisták és a terroristák a gépen voltak. Vannak videó felvételünk arról, ahogy felszállnak a gépekre. A repülőgépek eltűntek. Pilóták, személyzet, utasok eltűntek. És nem csak a világ híradóban vannak videók, hanem olyan emberek magánvideói is, akik filmezték a World Trade Center-t, amikor az első toronyt eltalálták, majd amikor a második gép becsapódott. Ismerek olyan embereket, akik látták, olyan embereket, akik Manhattanben, vagy Hudson túloldalán, Jersey oldalán voltak, és látták, hogy a repülőgépek a tornyokba csapódnak. Az oka, miért elmondom nektek egyébként, ha tudni akarjátok az események sorrendjét, ami 9.11-hez vezetett, csak menjetek vissza az egy évvel ezelőtti üzenetemhez. A végső dzsihád, a Calvary Chapel Hillsben tartottam egy üzenetet, volt ott egy nagy konferencia, címe íme ő jön. A végső dzsihád címmel tartottam egy üzenetet. Akkor volt a 9.11 2020-as évforduló, és arról adtam üzenetet, hogy hogyan alakult ki ez az egész 9.11. Az eredeti kísérlet, hogy 14 Ázsiából Amerikába tartó utasszállító repülőgép lezuhanjon, ez lelepleződött. Hogyan kezdődött egy mozival, majd Philippi Arlene Fülöp-szigeteki járaton, hogyan figyelt fel rá a Fülöp-szigetei rendőrség, végül hogyan lepleződött abból zsinkaterv, hogyan hajtották végre évekkel később ugyanannak a terroristáknak az elemeit, és hogyan használták fel az egészet Manhattanben, New Yorkban és a Pentagonban, DC-ben. És persze a második hullám, akár hiszitek, akár nem, volt egy második hullám, aminek meg kellett volna történnie, és az egyik ilyen második hullám végül megtörtént. Nos, ha van bármilyen kormányzati megtévesztés, a kormányzati megtévesztésnek semmi köze 9.11-hez, az eltussolásához van köze. Az a tény, hogy később, 2 hónappal később volt egy másik utasszállító repülőgép, ami lezuhant Queensben, azt hiszem New Yorkban, amikor felszállt a JFK-ről, az is része volt a második hullámnak, amiben volt egy terrorista, akiről tudunk, és ezt elhallgatták. Sok más dolgot is elhallgattak 9.11 miatt, alatt, de az a tény, hogy a két repülő csapódott a World Trade Centerben, vitathatatlan. És mindazoknak, a több százan, akik azt írták nekem, hogy igaz-e, hogy az utasok gépe nem ütközött a gépnek, azokban az órákban ez nem igaz. Összeesküvés elméletek, mint például az irányított robbantást, láttam azokat a videókat 8-9 évvel ezelőtt. Ezek ilyen kifőzött videók, összeesküvés elméletek, melynek semmi köze valósághoz. Ismerjük a terroristákat, tudjuk, hol képezték ki őket, tudjuk, hol csapódtak le, már mindezt tudjuk. Természetesen tudjuk. Szóval csak azt szeretném, ha tudnátok, hogy az áldozatok érdekében, akik azokon a járatokon és azokban a tornyokban voltak, kérem, tartózkodjatok az összeesküvés elméletek terjesztéséről, melynek semmi közük a valósághoz. Semmi.
Rengeteg ember vesztette el ott az életét, és nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor ezzel foglalkozunk. És még egyszer, ahogy mondtam, ha azt hiszitek, hogy az irányított robbantásról, akkor hol vannak azok a repülők, hol vannak a pilóták, hol van a személyzet, hol vannak az utasok, hol vannak a gépek? Nem fősz ki csak úgy dolgokat, aztán nem tudod megmondani, hogy hol vannak a repülők. Nézd, tudjuk, hol vannak a gépek, mert becsapódtak azokba az épületekbe. A robbanás azokban az épületekben több tonnányi üzemanyagot robbantottak fel. Ezt láttuk. Én mondom nektek, én ott voltam. Ismerek szemtanúkat is. Szóval ne feledjétek, kérlek, kérlek, könyörgöm, hogy tiszteljétek meg azokat az embereket, és ne álljatok elő olyan dolgokkal, amelyek egyáltalán nem igazak. Oké, nézd, ezek a legfrissebb hírek az iráni megállapodásról, beszéltünk Oroszországról, Ukrajnáról, Európáról, a királynő haláláról, és természetesen egy szó 9-11-ről. Hadd fejezzem be az ároni áldással. Az Úr áldjon meg téged, őrizzen meg téged, az Úr ragyogtassa fel rád az ő orcáját, és legyen kegyelmes hozzád, az Úr emelje fel az ő orcáját rád, és adjon neked békességet. Sém Jesuá. Amen. Köszönöm, Isten áldjon meg titeket, terjesszétek, osszátok meg ezt a videót, amennyire csak tudjátok. A Facebookon korlátozva lehetek, valószínűleg azt kérdezik, hol vagy a Facebookon. Egy harmadik féltől származó szoftvert használok, hogy bejussak az oldalamra, hogy most közvetíteni tudjak. A Facebook letiltott, hogy a telefonomról közvetlenül hozzá ne férjek az oldalaimhoz. Nem tudom miért, nem is érdekel, csak beszélni akarok veletek. Megtaláltam a módját, hogy ezt megtehessem. Köszönöm, hogy meghallgattál. Isten áldjon, te osszátok el.